Na sziasztok, én Alex vagyok, és ma beszélni fogok erről a vitáról, ami köztem és Bence közt zajlik. Szóval ugye először is öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mint ahogy gondolom tudjátok ugye, a Bence mostani lábjában említett dolgokat róla, amik egyébként nem igazak, és egy szinte túlzott pár dolgon, nem is pár dolgon, hanem szinte mindenen, amiket ugye említett. Az egész vita igazából úgy kezdődött, hogy egyik lábjában Elkezdte szidni a vezetőséget és a fejlesztőket, ugye nem szó szerint úgy, hogy a vezetőséget, hanem mint név-név. Szó szerint ugye hibáztatott minket, és utána elkezdte a nézőknek mondogatni, hogy én semmit nem csinálok az egész implicit-én. Ha én ne, egyébként nem csinálnék semmit, akkor nem lenne jelenleg csapatunk, és az egy kulcs dolog egy szervernél szerintem, hogy van csapat. A tegnapi vitánk meg abból indult ki, hogy elmondtam neki a véleményem. Uh, arról, hogy minden munkát ránk passzol. Uh, igazából visszatérve, ő nehezen tudja ezt nektek elmondani, hogy van-e uh, van csapat, vagy nincsen csapat. Hiszen ő soha nem jár fel a TeamSpeak szerverünkre, nem kommunikál velük. A, talán a szerveren kommunikál velük, hogy mondjuk bannoljanak ki valakit, vagy valami. De egyébként, mint uh, beszédben, soha... Uh, nem láttam mostanában, hogy beszélgetne velük. De én nem hiváztatom ezért, ez van, ha így döntött, így döntött. De akkor is a csapatok, meg nem is ismerik őt, mint tulajdonos ugye. Naponta fejlesztem a szervert több téren is. Mint például ma is behoztam a rangok rangoknál ugye azt, hogy kihoz egy külön menüt, hogy biztos meg akarod-e venni. Ez lényegtelen, de hoztam egy példát, hogy igenis fejlesztem a szervert, maximum ő nem lát bele, hogy én miket csinálok mert én technikai dolgokat csinálok főkép, és ö, főleg a konfigokkal foglalkozok. Én most nem építek valami, hogy most ezt lehessen látni, de arra meg nem tehetek, hogy ő nem látja. Ott a Skyblock webshop, az is lassan kész van. Szóval nem lehet azt mondani, hogy én semmit nem csinálok az égvilágon. Oké, és ö, igazából ugye engem azt szomorít el főkép, hogy tudtom ma ugye mi egy vezetőség vagyunk. És nem hibáztatni kéne, ugye, a tagjait. Szóval nem kéne külön megnevezni embereket, hogy te ezért vagy a hibás, akkor a vezetőség a hibás, nem a külön emberek, maga a vezetőség. És a lényeg a vitának, ugye itt van, a, ö, amiket elmondtam. Ez a lényege, ez a, ez a probléma, amit látok ebben a helyzet, ugye ez a helyzet jelenleg, és nekem ez a problémám. Nekem nem az, hogy megjött, vagy bármi, ahogy, ahogy ő fejezte ki. Nekem szimplán ez a problémám, hogy nem mindent ránk passzol, ugye? Minden munkát ránk passzol, akkor is ránk akart valamit passzolni, az lényegtelen, hogy mit. És akkor elmondtam neki a véleményem, és neki nem tetszett, és akkor ezért kezdődött a vita. Nem mindegy, én igazából Ali, ugye, YouTube-ban nem fogok erről többet beszélni, én ezt vele szeretném megbeszélni. Nem vagyok olyan, hogy most nézőkkel szeretném ezt megbeszélni, mint ő. Hogy live-ban mondom ezt meg azt. Vele meg szeretném beszélni, ha lehet, már megint. Nem úgy, mint tegnap. Ugye egymás magánéletében kutatunk, meg ilyesmi. De mindegy, én nem fogom őt sértegetni, én annál azért értelmesebb vagyok. Szóval, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. S remélem, hogy a Bence majd ismét át fogja azért olvasni, amit tegnap írtam neki, mert nagyon sok dolgot túlzott. A live is lehet nem értette meg, ahogy meg kellett volna értenie.